A mai videóban a nátrium lesz szó, aminek a jelölése E231. Kémiailag az aromás szénhidrogénekhez tartozik. A citrusok felületét ezzel kezelik. Ezeknek a gyümölcsöknek a héja, amit nátrium kezeltek, emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az állatkísérleti vizsgálatok egészségkárosodást mutattak. Emberi vizsgálatokat azonban eddig még nem végeztek. 2003 per 114 per EC alapján már nem élelmiszer minősül, hanem növényvédőszernek. Tehát a nátrium ortofenil fenolát már növényvédőszerek csoportjába tartozik. De továbbra is fel lehet használni a citrusfélék felületkezelésére 2023-ban. Ezen információk tudatában mindenki döntse el, hogy szeretne olyan citrusfélét fogyasztani, amit nátrium kezeltek, vagy sem. Köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos volt. Fontos emlékezni arra, hogy bármilyen élelmiszer vagy étrendkiegészítő, melyeket elszámokkal jelölnek, bizonyos mértékben feldolgozottak. Tartalmazhatnak adalékanyagokat, színezékeket, tartósítószereket, amelyeknek lehetnek egészségügyi kockázataik. Éppen ezért fontos, hogy tájékozott döntést hozzunk az élelmiszer és ital választásunk során. Légy tudatos fogyasztó Dr. Express-szel! Tanulj és dönts okosan!